50 diák vendégeskedett a kecskeméti repülőbázison. Elméleti és gyakorlati feladatok egyaránt vártak rájuk a rendhagyó nap során. Térképészeti ismereteket tanultak, megismerték a katonai tájoló használatát, majd a frissen szerzett tudásukat a terepen is próbára tették. A Szentgyörgyi Dezső repülőbázis 2012. szeptemberében kötött együttműködési megállapodást a Gáspár András szakközépiskolával és az önkormányzattal. A megállapodásnak a keretében léptünk be a katonasuli programba. Lassan négy éve folyik már ez a program. Rendszeresen fogadunk diákokat iskolából a repülőtéren, ahol különböző katonai, szakmai foglalkozásokat, tájékoztatókat tartunk a részükre. Az elméleti feladatok után jöhetett a gyakorlat, a program a terepen folytatódott. A fiatalok közelről is szemügyre vehették légterünk űreit, a Gripeneket, és megismerhették a földi kiszolgáló személyzet munkáját. A diákoknak katonai tájoló és térkép segítségével különböző elrejtett tárgyakat kellett megkeresniük a bázison. Nagyon ritkán adatik arra lehetőség, hogy a bázisra eljöjjünk, illetve valós körülmények között próbálják ki magukat, az elméleti órán tanultakat. Itt most ténylegesen lóg mindenkinek a nyelve, az enyém is. A tájolóval, illetve a térképpel itt valóban elrejtett igazi harci eszközöket kell megkeresniük a tanulóknak. A rendészeti szakos diákok jól vizsgáztak, ügyesen oldották meg a feladatot, megtalálták az elrejtett gránátokat. Fontos volt számukra, hogy jól teljesítsenek, ugyanis közülük többen is katonai alapismeretekből is érettségiznek, és egyenruhás hivatást szeretnének választani maguknak. Én katonai pályára szeretnék lépni, nekem ez az álmom. A katonasuli program célja pedig éppen ez, hogy minél többen ismerjék meg a katonák mindennapjait, és döntsenek úgy, hogy csatlakoznak a honvédség kötelékéhez.